A katasztrófavédelem tűzoltói a locsolótömlőket illesztik össze az egyik nyíregyházi 10 emeletes lépcsőházban. A helyzet nem valós, csupán ellenőrzést végeznek annak érdekében, hogy éles bevetés esetén minden összehangoltan működjön az emberek biztonsága érdekében. Nagyon, nagyon lángolt, ilyen bakelitszag, műanyag égés, a szigetelés, égett. Petőfi utca, Vasvári Pál utca és Ungvár sétány. Mindhárom helyen hatalmas tűz okozott tragédiát 2015-ben. Tavaly összesen 14 paneltűzhöz vonultak a tűzoltók. Ezek jelentős része olyan eset volt, amely a konyhából indult ki, és már nem volt láng, viszont füstelterítődött az egész lépcsőház. A katasztrófavédelem munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik a lépcsőházakat és a lakótelepeket, hiszen tűzvédelmük kiemelten fontos azért, mert ezeken a helyeken sok ember lakik viszonylag kicsi területen. A kontroll folyamatok során megnézik azt, hogy a menekülési útvonalak minden esetben biztosítva legyenek, a tűzoltók felvonulási területe és a közművek kizárási lehetősége megközelíthető legyen. Ezt mindenképpen gyakran kell, hogy ellenőrizzük, hiszen rengeteg visszatérő olyan probléma van, hogy folyosókon virágokat tárolnak, vagy éppen a közművek kizárási helyeit nem lehet megközelíteni, mert mondjuk oda egy vasajtó került, zárt ajtókat találnak a tűzoltók. Nyilván mindenre van megoldás, tehát nekik is van feszítő vágó berendezésük, vagy olyan vágó szerszámuk, amivel ezt ki tudják vágni, csak itt az idő, ami nagy tényező, tehát itt perceken múlhatnak emberi életek. Minden lépcsőháznak rendelkezni kell tűzvédelmi szabályzattal. Célszerű, ha ezeknek az elkészítését a lakóközösségek szakemberre bízzák, hiszen 2016. április 1-től már a készítő nevét is tartalmazni kell a házirendnek. Ezt a jogalkotó azért találta ki, mert egy esetleges probléma esetén meg kell állapítani a felelősséget. A tűzvédelmi házirend épületekre szabott, hiszen látszólag két egyforma lépcsőház között is lehet különbség. Ezeknek többek között tartalmazni kell a menekülési útvonalat, azt, hogy milyen időközönként kell ellenőrizni a jelzőfényeket, és azt, hogy mit és hogyan tárolhatnak a lakók. A tűzvédelmi szakember által készített szabályzatot ki kell függeszteni a lépcsőházban olyan helyre, ahol mindenki látja, a lakógyűléseken pedig bizonyos időközönként szóban is ismételni kell azt. Évente egy alkalommal célszerű tűzriadót tartani a lakóknak, hogy baj esetén mindenki biztonságosan el tudja hagyni az épületet.